Sziasztok! Ez itt a májusi szemeszter. A mai adásban betekintést nyerünk a BTK sportnapba, utána járunk az újonnan indult Neptunnak. És még egy könyvtárost is kikölcsönzünk. Tartsatok velünk! Majális, május közepén. Így van. A szezonális kari sportnapokból a bölcsészek is kivették a részüket, méghozzá egy hamisítatlan majálissal. A hangulatból pedig csak az úttörők hiányoztak. Újabb tavasz, újabb kari sportnapok, vagy ahogy a bölcsészek hívják, szevasz tavasz. Ezen a különleges majálison a legkisebbek, a légiakrobaták és a szivacsfutárok is ott voltak. Szevasz tavaszt mindig április végén szerveztük meg eddig. Most nem jött össze ez az áprilisi időpont, ezért egy májusit kellett találnunk, és így jött az az ötlet, hogy mivel május, majális, jó idő, reméltük a jó időt, szerencsére össze is jött, és akkor így igazából a május hónap adta a majális ötletet. A témához méltán a sörvízli versennyel ízelő bimbó nem maradt szárazon. Legfeljebb a gyomorbán hatta. Voltam már olyan táborban, baba. Megvan a győztes. Akkor egy asztalszót szeretnék kérni. De kérlek, hogy vedd föl. Balázs, nem igaz, gratulálunk. A tematikus pólót küzdelmek árán lehetett megszerezni. Három lyukasztás a rendezvény állomásairól a pontgyűjtőkártyára, és már is megkaparinthattuk a jutalmat. Tisztességes úton én is nekilódultam a kihívásnak. Megvan a kártya? És most megyünk kiukasztani. Első állomásként véletlenül az angolul beszélő Erasmus Student Network önkénteseinek standjához tévedtem. Nagy nehezen azt is sikerült kiderítenem, mi a feladat. Az igen, szabadat kell a megfelelő országokhoz rakni. Az önkéntes szó szinte az összes európai nyelven másképp hangzik. Tudtátok például, hogy hollandul fejvillef, törökül pedig gönüllü? Nos, én nem. Hát mi vagyunk ugye a pszichológus tant. Nálunk tudnak az ideérkezők játszani, társasozni. Van egy ilyen laikus tesztünk, ami 12 kérdésből áll. Bárhogy is sikerül, ha hiba is van, ha tökéletes, a süti jár érte. Van két plakátunk, aminek az egyik plakátnak ugye a témája, hogy mielőtt lediplomázom, szeretnék, szóval az ideérkezők utána odaírhatják terveiket. A másik plakáton pedig ugye a boldogság titkát keressük. A laikusság teszten 2 pontot értem el a lehetséges 12-ből, tehát nem vagyok laikus. Ez megnyugtat. Úgyhogy ide azzal a beígért sütivel. A Szegedi Vadaspark standjánál egzotikus állatokat figyelhettünk meg testközelből. Vagy épp ők figyeltek meg minket. Én még sose fogtam kígyót. Természetben nem kell megfogni, mikor kívánok. Félalbinó gabonasikló. Ismerlető jele, megfojtja a kezed. Nagyon szereti a kabátomat, azt már látom. Annyira erős, azt hittem, hogy nem ilyen erősek, de hát elképesztő. Perui óriás csótány. Ismertető jele, halálfej. Volt ott fenn. Izgalmas, érdekes volt.
Nehéz volt megtartani folyamatosan az egyensúly, de egyébként nem annyira nehéz, mint gondoltam. Csak nyugodtnak kellett maradni egyébként, nagyon jó érzés volt fent lenni. Amikor már elkezdtem, hogy nagyon fent lenni, akkor a szél is folyamatosan fújt, és éreztem, hogy libegteti a szél is az építményt. A nap hátralevő része főként versenyekkel telt. Először a pizzatoronnyal, majd az aszfaltrajzon. Mindeközben a rendezvény elzárt zugában Pribojszki Hédi Zumba Fitness-en mozgatta meg az érdeklődőket. Az erőpróbán többek között a Famous Kitchen ultra csípős hamburgerével is szembe kellett nézni, habár ez inkább fordítva sült el. Az első helyet végül Farkas Döme szerezte meg. Lehetett volna egy picit nehezebb, az utolsó a erős hamburgerevés elég pikáns volt, szóval az egy nagyszerű dolog volt, azt bármikor megcsinálnám újra. A bölcsészek számára tartalmasan indult a tavasz. Ha kedvet kaptál, legközelebb ki ne hagyd. Ígérjük, mi is ott leszünk. Se veled, se nélküled kapcsolat. Talán így lehetne a legjobban jellemezni annak az írónak a szerelmi életét, aki az Így szerettek ők felolvasóest főszereplője volt áprilisban. A Rögpalotában a nézők a humoráról ismert Karinthy Frigyes magánéletébe tekintettek bele. A történeteket Nyári Krisztián kötetei és a szegedi egyetemisták kutatásai segítségével Récei Tamás állította össze. Ha nem tetszik, húzzókodjon ki! Menjen vissza Bécsbe! Nem én tartok ott szerető! Nem? Azt hiszi újra, járomba hagytam a fejemet, téved maga, ezentúl úgy fog táncolni, ahogy fütyülök. Azt lesheti. Őrült! Most jól hangsúlyoztam? Karinthy élete Bőmarankával egy pillanatig sem volt unalmas, sokkal inkább szenvedélyes, néhol hangos vitákba átcsapó, mondhatni hektikus kapcsolatban éltek. A felolvasó esten Scherer Péter és Danis Lídia alakította a párt. Hát ez a Bőmaranka, a felesége, a második felesége, hát ez egy szenzációs csaj lehetett szerintem. Tehát ez egy ilyen őrítő múzsa, akibe tényleg mindenki beleszeretett, de így is. Tehát valami hihetetlen szexuális kisugárzása lehetett, és mindemellett okos, értelmes, humora volt. Tehát ez egy komoly csaj volt nagyon, és ez egy nagy és viharos szerelem volt. Ütötték, vágták egymást, veszekedtek, szóval itt volt minden. Lehetne erről hosszan is beszélni, nagyon hosszan és nagyon röviden borzasztó. Két nagyon brilliáns agyú, brilliáns szellemű, tigris, dúvad élete volt. Semmilyen se fogható kapcsolat. Borzasztóan intenzív, szenvedélyes, killódós, szerelmes, végzetes borzadály. Scherer Péter életében a Karinthy művek többször fontos szerepet töltöttek be, sőt a művész még hasonlóságot is felfedezett az író és közte. Házasság, kölcsönös szerződés a férfi és nő között, melyben kölcsönösen megállapodnak, hogy a szerződés napjától kezdve nem mondják el egymásnak, hogy kivel van viszonyuk. A humora és az, hogy komoly dolgokkal is viccelt a saját betegségétől kezdve mindennel, a feleségével való veszekedésekig, ez, ha nem is azt mondom, hogy bennem is megvan, mert erre törekszem, bár ezért ez nehéz dolog, de ez nagyon szimpatikus nekem, szóval itt mindenképp érzek egy rokonságot. Mégiscsak gyanús nekem a feleségem, tudja Isten. Hazajövök a hivatalból, hát amint megyek keresztül a szobán, a feleségem látom fekszik a díván. És a házmester is feküdt a díván. Eleinte nem akartam szólni, bementem a másik szobába. Ezt amikor a házmester elment, mégiscsak szeget ütött a fejembe a dolog, meg is kérdeztem egyenesen a feleségemet. Nem sokat teketóriáztam, hogy mi az? De ő mondta, hogy
hál' Istennek, hogy csak valami lakbérről volt szó, aztán közben elfáradtak. Kapcsolatukban nem voltak egymáshoz hűségesek. Az író is olykor félrekacsintott, amit Aranka nehezen viselt. Karinti tudott felesége félrelépéseiről, de mégsem vetett véget házasságának. Déri Tiborral, akit a felolvasó esten Hajduk Károly alakított, a viszonyuk a nyilvánosság előtt zajlott. Amikor csak tehettem, bele voltam, feleségemtől, munkámtól, kenyérkeresetemtől annyi időt sikkasztva el, néha csak 5 perceket, amennyit a nap 24 órájából ki lehetett facsolni. Szerelmük története drámaian ért véget. Az agyműtét után a pár egy siófoki nyaralóban pihent, amikor egy szóváltást követően az író dühösen felsétált a szobájába, ahol agyvérzésben meghalt. A kérdés már csak az, mi tarthatta össze ezt a két embert? Ez a szerelem titka. Ezt szerintem, aki ezt ismeri, ezt az érzést, azt tudja, hogy ez. Van benne egy pici novellácska, ami arról szól, hogy jön egy ember, vadászik tigrisre, és mikor meglátja a tigrist, iszonyatosan megijed, csütörtököt mond a puskája, és egyszer csak a tigris eltűnik. És észreveszi, hogy egy verembe beleesett a tigris, és ő, ahelyett, hogy elmenekülne, mert annyira betojt tőle, beugrik a verembe, és a vadászkésével megpróbál megküzdeni vele. És azt mondja, na így vagyok én valahogy Arankával, hogy se vele, se nélküle nem bírom. Rengeteg cikk, találgatás és persze munka előzte meg, hogy a hazai felsőoktatási intézmények között utolsóként a Szegedi Tudományi Egyetem is lecserélje a támogatását vesztett ETR-t. A rendszer áll, és az egyetemen azt mondták, az adatmigráció sikeres volt. Azoknak, akik a Facebookon már megszokták, hogy gyakran változik a felület, talán a Neptunra való átállás sem lesz olyan nehéz. Két héttel vagyunk a Neptun átállás után, az egyetemisták többsége már kipróbálta az új rendszert. Úgy néz ki, hogy nagyobb problémák nem lesznek vele a vizsgai időszakban, a vizsgafelvétel már sikeresen megkezdődött, úgyhogy nagy valószínűséggel mindannyiunk rémálmát, a vizsgafelvétel közben kifagyó Neptunt, azt már megúsztuk. Egyesek olyanokról beszélnek, hogy bizonyos adatok rosszul kerültek át, az egyetem azonban ezt hivatalosan cáfolja. Az órarend azért nem elérhető, mert erre a pár hétre már nem tették át a Neptunba, így ezt a lefagyasztottan elérhető ETR-ből lehet megnézni. Megkérdeztük a tüntetés szervező diákot, és persze megkérdeztük az egyetem hivatalos álláspontját, valamint néhány random diákot is. A bejegyzésekről nem kapok értesítést, hogyha belett írva egy jegy. Nem küld róla e-mailt? Nem kaptam róla e-mailt, és igaz, hogy nem nagyon töltöttem vele sok időt, hogy értesítést kapjak, de szerintem valahol be lehet állítani. Bízom benne legalábbis. Nehéz használni, meg nem szoktunk hozzá. De egyébként jól működik? Hát nem fagy le olyan gyakran, mint képzeltük, szóval. Igen. Hallgató barátabb, könnyebben megtalálom a számomra szükséges információkat, szerintem, de még nem vetettem bele magam annyira a Neptun mélységeibe. Vizsgai jelentkezés az mennyire megy, jó megy? Sima volt. Április 26-án indult el a Szegedi Tudományi Egyetemen a Neptun, azóta már az idei vizsgafelvétel is megkezdődött. Egyelőre nincs gond a rendszerrel, csak meg kell szokni a diákoknak az új felület kezelését. Korábban számos ellenérzést és félelmet váltott ki a rendszer egyébként kényszeres cseréje. Az akkor petíciót indító és tüntetés szervező diákot is megkerestük, hogy összességében hogy látta az átállást. A vizsgafelvétel ugye az csak most kezdik fölvenni az emberek. Igazából eddig rosszat még nem hallottam, és remélem nem is fogok. Hát igazából azért történtek már ilyen érdekes dolgok, hogy jegyek máshol kerültek, meg azért több tanártól is lehetett hallani, hogy nem tudja, hogy még hogyan fog működni, szóval a bizonytalanság azért az ilyen szempontból nagy, de tényleg reméljük, hogy nem lesz semmilyen probléma a felvételkor. Az egyetem ezelőbbit viszont cáfolja. Azt mondták, az adatok rendben vannak, a migrációval nem volt gond. Minden adat helyre került, azokkal a hallgatókkal lehet esetleg probléma vagy félreértés, akiknek több szakja van, több szakra is jár a Szegedi Tudományi Egyetemre, esetleg több karra, így aztán ott lehet, hogy nem pont azt a kart, azt a szakot választotta ki, nem azt a szakot dobta fel neki a rendszer alapértelmezetnek, ahova éppen most jár, hanem ABC sorrendben az elsőt. Az egyetem oktatási igazgatója műsorunknak elmondta, az órarendet erre a pár hétre már nem akarták átvezetni a Neptunban, azt a lefagyasztva elérhető ETR-en lehet megnézni.
A Neptun rendszer használatáról szóló digitális oktatóanyagok elérhetőek a CoSpace felületén. A mobil alkalmazás támogatásáról még nincs hír, egyelőre a Neptun és a másik két rendszer, a tananyagokat tartalmazó CoSpace és az ügyintéző moduló közötti kapcsolat a legfontosabb, utána kerül elő ennek a fejlesztése. Végül az aggódó diákok is úgy néz ki pozitívan csalódtak, de ez nem jelenti, hogy értelmetlen volt a véleménykinyilvánítás, hiszen ezzel is elindult egy párbeszéd a rólunk szóló döntésekről és a diákképviseletekről. Kölcsönöz ki egy könyvtárost. Ezzel a furcsa szlogennel indította el legújabb szolgáltatását az STE Klebersberg könyvtár. Hogy mit akar ez pontosan? Ez most kiderül. A Szegedi Tudományegyetem Klebersberg könyvtára mindig hatalmas segítség a tanulni vágyó egyetemistáknak. Az itt dolgozó könyvtárosok a kölcsönzések lebonyolítása mellett most a szakdolgozatok megírásában is segítkeznek. Az új szolgáltatásukat Kölcsönöz ki egy könyvtáros néven indították el. Nagyon sokszor látom én is, hogy a szakdolgozó elakad, van egy mélypont, amint említettem, és arra gondoltunk, hogy hát ha ez a szolgáltatás segítene abban, hogy minél többen, minél bátrabban használják akár a könyvtárunk szolgáltatásait, akár más olyan oldalakat, amelyek hasznosak lehetnek számukra. A szolgáltatási jelentkezés nagyon egyszerű. A könyvtár hivatalos weboldalán minden hasznos információ megtalálható. A honlapon található maga az űrlap, ahol tulajdonképpen csak a témájukat kell beírni, és a kart, ahol ők tanulnak. Ezáltal kiválasztanak egy időpontot, és a jelentkezés után felvesztük a kapcsolatot a hallgatóval. Körülbelül 30-an jelentkeztek erre a Kölcsönöz ki egy könyvtáros projektre, és abból már egy 20 hallgató meg is jelent. Szerencsére rengeteg számítógép között találtunk egy hallgatót, aki már igénybe vette a szolgáltatást, őt kérdeztük friss tapasztalatairól. A szolgáltatás az egyik könyvtáros hölgy ajánlotta, illetve az interneten is láttam, és úgy gondoltam, hogy elég hasznos lehet. Még a forrásgyűjtés elején vagyok, így időm az van, de úgy gondoltam, hogy minél jobban belelátok már az elején a témába, akkor ez biztosan segítséget fog nyújtani a további kutatáshoz. Ajánlanod a barátaidnak vagy ismerőseidnek? Abszolút, mindenképpen. És rendkívül segítőkészek és tájékozottak. Nekem elsősorban az online forrásokba kellett betekintést nyernem, azokról fogalmam sem volt, de most így a segítség végén most már tele vagyok motivációval, és alig várom, hogy utána nézhessek. Jól hallottátok tehát, ha nem tudjátok, hogyan kezdjetek hozzá a szakdolgozatotok megírásához, vagy csak elakadtatok, bátran keressétek a könyvtárosokat, akik szeretettel várnak benneteket itt, a Klebersberg könyvtárban. Idén másodszorra rendezték meg a kommunikáció tanszék alumni találkozóját. Ezeknek az összejöveteleknek az a legfőbb célja, hogy a diploma után is fönntartsa az öreg diákok és az alma máterük közti kapcsolatot és összetartást. When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends. Tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Elképesztő munkát beleraktunk néhányan a tanszék életébe, és ennek az a következménye, hogy már látjuk a jövő évi felvételi számokat, és hát messze, messze a legnagyobb vidéki kommunikáció tanszék vagyunk, és azt kell, hogy mondjam, hogy eléggé stabilan őrizzük a helyünket ezen a piacon. Egyrészt létrehoztunk egy komplex támogatási rendszert itt a tanszéken. Ez tanulmányi alapú ösztöndíjakból áll, olyan pályázati lehetőségekből, amelyet már gimnáziumban meg lehet pályázni, illetve áll egy céges ösztöndíjrendszerből. Az az igazság, hogy ennek a helynek, ennek a tanszéknek, amit látjátok, emberek alkotnak, de ezek változnak, és nyilván el fogunk tűnni, mégis is új emberek fognak előjönni. Ennek a helynek egyetlen egy bizonyítéka van a működésére. És ezt ti vagytok.
mert nekünk egyetlen egy termékünk van, semmi más nincsen. Azok igazából ti vagytok, a sikeres volt hallgatóink, csak ez igazol bármit is. Tanárunknak tudomására jutott, hogy én művelem ezt a, hát mondhatom azt, hogy műfajt, egy teljes véletlen folytán, akkor megkeresett és azt mondta, hogy persze tudja, mit jelent ez? Én nem tudtam, hogy mit jelent, ő pedig elmondta nekem, hogy ez nagyon sok ingyen tanszéki fellépést jelent. Hát képzel a telefonbeszélgetés Arany Jánossal. Halló! Szervusz Jánosok! De jó hallani a hangot. Mesélj, hogy vagytok? Épp barkóbáztok az Attilával? Megint a mamára gondol, mi javíthatatlan. Hódmezővásárhelyre kerültem, és a Magyar Honvédséghez csapódtam, és ott dolgoztam rendezvényszervezőként 6 évig, és pont most tavasszal váltottam. Kicsit más irányba, a honvédségen belül maradok, viszont most már majd katonaként fogok Pesten dolgozni. Tulajdonképpen én az egyetemre, amikor elkerültem, akkor egy Szegeden alapuló ilyen friss kommunikációs ügynökségnél kezdtem gyakornokként, aztán ez kicsit kinőtte magát, és onnan én elkerültem Budapestre, és most tényleg a Kézcsoport marketing osztályon dolgozom. Próbálkoztam kisebb vállalkozásoknál, kettőnél is, de rájöttem, hogy az nem az én irányom, hogyha egy multinacionális cégnél dolgozok éppen, ahol ugye azért megtaláltam a számításaimat. Két irányba is sikerült kamatoztatnom az itt tanultakat. Egyrészt nemzetközi szervezetnél sikerült folytatnom, sőt elkezdenem igazából a munkát, az ENSZ-nél dolgoztam 7 évet, és utána pedig, illetve azzal párhuzamosan már azt a megtiszteltetésért, hogy vissza is jöhettem ide tanítani. Süt a nap, és végre megérkezett a tavasz. Éppen ezért egy friss, üde és színeiben a tavaszt idéző sminkkel rukkoltam elő nektek a Sminkmaster mostani részében. Sziasztok! Ezt a nagyon cuki rózsaszín sminket fogom elkészíteni. Ez nem kifejezetten alkalmi smink, én inkább a hétköznapokon, suliban vagy a munkában szoktam ezt viselni. Következzen a rózsaszín 50 árnyalata. Az első lépés mindig a primer használata. Ez a krém hidratálja és előkészíti az arcbőrt a sminkelésre, és tartósabbá is teszi a végeredményt. Ezután matt alapozót használok, amit egy kis sminktojás segítségével egyenletesen oszlatok el a bőrömön. A matt alapozó remek választás a nyárra, mivel így nehezen válik fényessé az arcom a tűző napon. Én csak különleges alkalmakkor kontúrozom az arcom, ezt a sminket pedig a hétköznapokra szánom, ezért csupán a szemem alatti karikákra teszek egy kis korrektort, illetve a szemhéjamra, hogy előkészítsem a szemhéjpuderre. Majd púderrel fixálom. A szemöldököm természetes ívét követve barna szemceruzával kitöltöm az üres helyeket, majd egy fültisztító segítségével árnyaltabbá teszem, és végül barna szemöldök spirállal fixálom. A sminkelés csúcspontja következik, a szemfestés. Először világos szemhéjpúderrel kiemelem a szemöldököm alatti részt, illetve a belső szemzugomat is. Utána barna szemceruzával meghúzom egy picivel a mélyítő vonalam feletti részt, aztán barna szemfestékkel árnyékolom azt. A mozgó szemhéjamra egy erőteljes pink árnyalatot viszek fel. Highlighterrel elmosom a határvonalat a belső szemzugom színe és a rózsaszín között. Música
Ezután áttérek az alsó szemhéjamra, aminek a külső végébe sötét barnát teszek, a közepére pedig világos rózsaszint, hogy összhangban legyenek a színek. A cicás tusfonal ennél a szemsminknél is elengedhetetlen. Belülről kifelé haladva vékonyan húzom meg a vonalat. Végül dúsító szempilla spirállal kétszer átmegyek a pilláimon, hogy dúsabb hatást érjek el. Az alsó vízvonal kiemelésével fejezem be a szemem sminkelését, amelyre egy csillogós, világos színt teszek, így nagyonnak tűnik a szemem. Ezután jön a pirosítás. Az arcom almácskáira melegebb rózsaszínű pirosítót teszek fel, kis körkörös mozdulatokkal eloszlatva. Majd a végeredményt púderrel fixálom. A számat korrektorral készítem elő a rúzsazáshoz, és sötét pink ceruzával meghúzom a szám kontúrvonalát, majd kiszínezem a belső részét is. Végül pedig csillogós rúzsa festem ki a szám a vadítóbb hatás eléréséhez. Ha nem akarod, hogy rúzsos legyen a fogad, kövesd ezt a mozdulatot. A legvégső lépés pedig a highlighter. Csak az arccsontomat emelem ki, és kész is van a sminkem. Remélem tetszett, és hasznosnak találtátok a tippjeimet. Jó szépítkezést kívánok! A mai adásunk ezzel véget ért, de ne aggódjatok, a vizsgaidőszak sem tántorított el minket attól, hogy júniusban újabb adással jelentkezzünk. Addig is véleményeiteket, ötleteiteket írjátok meg nekünk e-mailben, vagy keresetek bennünket a Facebookon. Sziasztok! Viszontlátásra!